Február 5-én lakossági fórumot tartanak a polgármesteri hivatalban a kolozsvári Farkas utca gyalogos övezetté való átalakítása ügyében. De felmerült már annak a terve is, hogy a Széchenyi teret kellene átformálni, erre vonatkozóan az építészkamara is nyilatkozott. Lássuk, mi a polgármesteri hivatal álláspontja, majd Gutmann Szabolcs műépítészt várom ide a stúdióba. A Széchenyi tér újragondolása városrendezési szempontból azt gondolom, hogy már nagyon rég várat magára. Az újdonsága ennek az újjárendezésnek, újragondolásnak az, hogy első alkalommal a város hivatalos protokollum keretében bevonja a szakmát, az építészkamarát, az építészek különböző szakmai szerveződéseit, egyesületeit, hiszen bármilyen részének a város belváros, történelmi belvárosának bármely részének átalakítása nem lehet kizárólag egy cégnek a megbízásából elvégezni, ebbe be kell vonni, mint mondottam, az itt élő építészeket, és ez megtörtént. Ennek értelmében aláírtunk egy szerződést a kolozsvári építészkamarával, illetve a regionális építészkamarával, és azt gondolom, hogy a szakma legjobbjai vesznek majd részt ennek a tervnek a kidolgozásában. Ami a Farkas utca sétáló utcává való alakítását illeti, ez szintén egy régi terv, a konkrét megvalósításai ütköztek nehézségbe, hiszen abban a pillanatban, amikor ezt az utcát lezárod a közúti forgalom elől, a parkolási lehetőségeket felszínen megszünteted az utca teljes területén, abban a pillanatban egy alternatívát kell, egy parkolási alternatívát és lehetőséget kell az asztalra tenni. Ez tulajdonjogi problémák okán ütközött mindeddig nehézségekbe. Itt is egy nagyon szoros és többrendbéli konzultáció eredményeként én azt hiszem, hogy az év első felében már egy konkrét megoldással tudunk előállni, illetve hát a február 5-én megszervezett közvita, közmeghallgatás remélem és hiszem azt, hogy nagy mértékben közelebb fog vinni bennünket ehhez a megoldáshoz. A téma kapcsán már is szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Gutmann Szabolcs urat, jó napot kívánok! A Romániai Építészkamara Erdélyi Fiók Szervezetének elnökét köszönöm szépen, hogy itt van. Én is köszönöm a meghívást. Ugye régebben már olvashattunk a sajtóban arról, hogy az építészkamara és a polgármesteri hivatal, a kolozsvári polgármesteri hivatal között egy egyezmény jött létre, amely arról szól, hogy hogyan lehetne átalakítani, szebbé tenni a város arculatába, igazából egy kicsit beleavatkozni, ez esetben a Széchenyi téren, vagy a Széchenyi téren és környékén. Mit tud nekünk bővebben elárulni erről az egyezményről? Hát örvendetes, hogy sikerült végül is a kamarának egy olyan, mondjuk kisajtó belépnie a városházába, ami megengedte azt a lehetőséget, hogy ne eldöntöttnek tekintsünk egy bizonyos ötletet. Ez esetben például a Széchenyi téren ugye bejelentették a sajton keresztül, hogy hát felújítják, és mi nagyon kérdőjelesen fogadtuk, mert érdekelt volna, hogy hogyan. Márpedig, hogyha közterekben gondolkodunk, minőségi közterekben tervpályázat nélkül nem lehet igazán újat és jót kitalálni. Na most ennek már van egy két hónapos előjátéka, amiből kiderült, hogy ahhoz, hogy egy jó pályázat hát sikeredjen, ahhoz kell egy jó terv téma. Na most, amikor a témáról kezdtünk beszélgetni, akkor az is kiderült, hogy nagyon sok minden elindult Kolozsváron, anélkül, hogy beszélgettünk volna előzetesen, és hát akkor ennek örülünk, hogy legalább mostantól kezdve közösen gondolkodhatunk, ugyanis ez azt jelenti, hogy azokat a gondolatokat, amit egy általános urbanisztikai terv előirányoz, hát azt figyelembe kéne venni, hogyha azon gondolkodunk, hogy végülis egy térfelújítása legalább 10-20 évre szól, márpedig
azt anélkül, hogy figyelembe vegyük az egész városnak a működését, nem igazán lehet jól kitalálni. Még mielőtt rátérnék arra, hogy igazából mit is kell változtatni a Széchenyi tér esetében, hadd mondjunk el néhány információt arra vonatkozóan, hogy ez a terv igazából hogyan fog lezajlani. Tehát, hogyha jól tudom, akkor márciusban írják majd ki az erre vonatkozó pályázatot. Igen, és két lépcsős pályázatra gondoltunk, épp azért, mert nem lehet csak magát a teret kitalálni, anélkül, hogy a gócpontokat, amik hát végül is a teret körbeveszik, ne derüljön ki, hogy azt hogyan oldjuk meg közép, meg hosszú távon. Írjuk körbe, tehát azok a gócpontok, amelyek a teret körbeveszik, igazából a Malom utcától indulunk. Hát igen. Eleve fölmerült a Malom utcában is ugye a malomároknak az újra megtekinthetése, és a malomároknak úgy szintén mondjuk a piacnál, ott, ami ugye megint csak kiesik a Széchenyi térből, de a Széchenyi térnek élő története, mert tulajdonképpen piactérként kezdte a Széchenyi tér, aztán a piac valahogy onnan egészen sarokba húzódott. Na most mindezek a funkciók, hogy hogyan érvényesülhetnek újra, annak ellenére, hogy ez egyértelműen a város, várfal külső területe, és itt meg kell oldani egy csomó gócpontot, mint a busz több mint 20 járat, ugye itt keresztezi egymást. A taxi és nem utolsó sorban a parkolók, és miért ne a bicikli parkolóknak is a problematikáját hogyan lehet ötvözni, úgy, hogy mi jobban érezzük magunkat a Széchenyi téren. Hát ez igen, ez egy nagyon komoly tervtéma kérdése. Első lépcsőben egy urbanisztikai, ha miután kiválasztották az első ötöt, hogy ebből már lehet valami jót is kitalálni, akkor kiderül, hogy honnan kéne elkezdeni a Széchenyi tér övezetének a felújításán közép és hosszú távon. Elsősorban az lesz, hogy a gödröket emiatt a Városháza ki fogja javítani, mert nem akarja ennyire elódázni a végső megoldást. Ezt most már mi is várjuk, autósok nagyon várjuk, hogy a gödröket kijavítsák, igen. De ez nem tervpályázat kérdése. Hál' Istennek megegyeztünk ebben, hogy itt semmi akadály a karbantartásnak, az egyértelműen a város szolgáltatási hivatalnak a része. Mi azt szeretnénk, hogy a jövő képétben hát legalábbis megkérdezzenek, illetve most már van egy ilyen keretszerződés, aminek értelmében majd egy szerződés is kialakul a kamara és a városháza között, hogy a tervpályázatot lebonyolíthassuk. Igazából ilyen ígéreteket is olvastam Emil Bock polgármester részéről, hogy idén év végéig el is kezdik már a munkálatokat, tehát hogyha márciusban kírják a pályázatot, akár júliusig ugye elbírálódhat meg, hát most eldől az is, hogy a helyi költségvetésből mennyit szánnak erre a fejezetre. Ön hogyan látja ennek a kifutását? Hát valószínűleg a javításokat minden további nélkül elvégezheti. Én szerintem, miután látjuk azt az öt pályamunkát, ami érdemes egy közös megbeszélésre, egy kiértékelésre, utána tudjuk eldönteni, hogy azoknak milyen ritmusban lehet a kivitelezése gyakorlatilag és valósan megoldani. Egy másik téma, ugye itt az alpolgármester asszony is beszélt róla, a Farkas utca átalakítása igazából sétáló övezetté, sétáló utcává. Ez igazából mennyire kivitelezhető, hiszen tudjuk, hogy amúgy is nagyon zsúfolt a központ, forgalmi szempontból is, parkoló szempontból is, tehát ez kivitelezhető? A mi véleményünk szerint igen, itt is két komoly részét, oldalát próbáljuk legalábbis érthetővé, megfogalmazhatóvá tenni, nem csak az adminisztráció, hanem a közvélemény előtt is. Itt egyértelmű az, hogy bent vagyunk a várfalon belül, egyik legértékesebb részén Kolozsvárnak, és az a bejelentése a Városházának, hogy itt a sétálót csak úgy lehet elvégezni, hogyha mélyparkolót is épít a város. Ezt próbáltuk szétszakítani, mint ötletet, mint stratégiát. És mi az, amit önök ajánlanak? Parkoló nélkül. Tehát az igaz, hogy rengeteg az autó ott, de az nem azért, mert mi azt szeretnénk, hanem igenis megvan egy megint általános urbanisztikai tervezet alapján, a várfalon kívül kell legyenek a nagy parkolók, akár a Széchenyi téren, akár a temető részén, legközelebb a Farkas utcai zónához. Na most ott mindent meg kell tenni, hogy igen, parkolók szülessenek, és legutolsó momentuma lehet az a parkolók stratégiájának, hogy a
belvárosba is kerüljön belőlük egy-kettő, de azok is legyenek minél kisebbek, és csak az ott lakóknak az érdekeit szolgálja ki, és nem az oda vándorlókat. Gondolom, hogy ez esetben is oda akarnak eljutni, mint ahogy a külföldi nagyvárosok is teszik, hogy valahol a központon kívül tesszük le az autót, és a központban pedig gyalogosan közlekedünk, vagy tömegközlekedési Természetesen, eszközben. Mert ha másképp sül el ez a stratégia, akkor nyilván sok parkoló, sok autót vonz, és akkor megint csak a sétáló övezet kérdőjeles lesz a jövőben. Értem. Arra még nagyon kíváncsi lennék, ugye itt a felvezetőben is elhangzott, hogy február 5-én közvita lesz a Farkas utca átalakítása kapcsán. Ön most nem szakemberként kérdezem, kolozsváriként, magánemberként kérdezem, hogy mivel állna ott elő, tehát milyen kérdésekkel jönne ott elő, mint kolozsvári lakos? Hát szerintem ilyen szempontból nincs nagyon távol a szakmaiságtól, ugyanis egyértelmű azt szeretném, hogy minél inkább az értékek megtartása legyen a fő szempont. Ez azt jelenti, hogy még azok az értékek is, amik nincsenek most szem előtt, de tudjuk, hogy régészetileg jelen vannak az aszfalt alatt, az ne legyen egy végleges döntés, hogy kiürítjük a belvárost ezektől az értékektől. Miért ne? Maga zöldövezet is, az öreg fáknak is megvan a maga hangulata, az csak úgy folyamatosan lehetne cserélni, hogy megérezzük a Farkas utcának a tartását ma is, holnap is, és akkor is, hogyha újra kövezzük, és már nem aszfalton járunk, hanem egy jóval emberszeretőbb környezetben. Tehát ezek a problémák szerintem elsődlegesek, és az lenne jó, hogyha valamennyi lakós úgy látná, hogy az autótól meg akar szabadulni. Ezt szerintem nagyon szépen köszönöm, hogy itt elmondhatom a képernyők előtt, mert ez nem egy egyszemélyes vállalkozás, nem a szakma vállalkozása, hanem itt tényleg a közakaratán múlik, hogy hogyan fogjuk megélni a holnapot a belvárosban. Értem, az is egy nagyon sűrű kérdés, hát nagyon sokunkban felmerül, hogy igazából mi lesz Kolozsváron, amikor itt elkezdődnek a központban az óriási munkálatok, hiszen városrendészeti, rendezési szakemberként tudja azt, hogy felbolygatódik a központ. Igazából ezt hogyan látják, vagy erről beszéltek-e? Na most itt annyit mondhatok, hogy ez segítségére vál mondjuk az ott lakóknak, használóknak a stratégiájában, mert ahogy felbolygatják a várost, kiderül, hogy autóval nem lehet megközelíteni. És meg lehet szokni azt, hogy csak gyalog jutunk el az iskolába, az egyetemre, és amitán lekövezik, akkor ezt már tudjuk, hogy ez jó dolog. Persze az lenne fontos, hogy amik köveznek, tényleg az értékek előkerüljenek, a régészek is tartsák magukat a bizonyos időintervallumokhoz, és amiket ők megtalálnak, annak mi is örvendjünk. Tehát akkor még egyszer február 5-én a polgármesteri hivatalban gondolom ön is ott lesz, a Farkas utca kapcsán közvita lesz. Köszönöm szépen Gutmann Szabolcsnak, hogy itt volt. Hogy itt lehettem.